Az őszi önkormányzati választásokat követően első ülését tartja meg december 9-én a Sárospataki Többcélú Kistérség Társulási Tanácsa. Ezt megelőzően ülésezett annak pénzügyi bizottsága. Az elnök Pap Gizella az alkot polgármestere irányításával összesen 7 napi rendet tárgyaltak a jelenlévők. Ezek közül az első kettő a társulás 2010. évi költségvetésének harmadik negyedévéről szólt. Egy dolog, aminek örülhetünk a költségvetés kapcsán, 2 millió forint hiánnyal számoltunk 2010 év vonatkozásába. Erre hitelt nem vettünk igénybe, ezt vagy ki kell gazdálkodnunk, vagy a tagönkormányzatoknak kell a befizetéseit ennyivel megnövelni. Hát sem egyik, sem másik nem történt meg. A 2 millió forintból ez idáig durván 1 millió forintot úgy tűnik, hogy sikerült kigazdálkodni. A másik 1 millió forint kigazdálkodása 2011 évben esedékes. Ezt követően a jelenlévők megtárgyalták már a tanács 2011. évi költségvetésének koncepcióját is. A kiegészítő normatíváink nem csökkentek, nem csökkennek. Egy fájdalmas dolog van, ami érinti a tagönkormányzatainkat, illetve hát a közoktatási intézménybe járó gyógypedagógiai testnevelésben részesülő gyerekeket. Két alkalommal kell legalább hetente gyógytesibe részesülni egy gyereknek ahhoz, hogy létszámként figyelembe lehessen venni. Akkor lehet rá kiegészítő normatívát igényelni. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi szabályozás mellett ezeket a feltételeket a pedagógiai szakszolgálat nem tudja vállalni, nem tudja tartani. Úgyhogy várhatóan 2011-ben a tagtelepüléseken a gyógypedagógiai testnevelés megszűnik. Azok a gyerekek, akik ilyen értelemben rehabilitációra szorulnak, be kell, hogy hordják őket Sárospatakra. Emellett téma volt még a 2008 és 2013 közötti időszakra szóló közoktatási intézkedési terv értékelése is, amelyből többek között kiderült az is, hogy a lakosság számarányához hasonlóan csökkenő tendenciát mutat a gyerekek száma is, ahogy országosan, úgy ebben a régióban is.